A törvény szerint évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartania a helyi önkormányzatoknak, ahol a helyi közügyekkel kapcsolatos kérdések és javaslatok hangozhatnak el a lakosság részéről. Tamásiban többek között sérelmezték, hogy a Szabadság utcai társasház mögött behajtani tilos táblát sokan figyelmen kívül hagyják, így az ott élőknek gyakorta esélyük sincs autójukkal megállni. Mondhatom azt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan általában a közvetlen lakó környezetre és ahhoz tartozó problémák vetődtek fel a mostani közmeghallgatáson is. Leginkább a parkolás, biztonságos közlekedés, csapadékvízelvezetés, ezek voltak a leggyakoribban előkerülő témák, problémák, problémafelvetések. Ez mellett a külterületi lakott helyek ivóvízellátásával kapcsolatosan, illetve a piactér működésével, üzemeltetésével kapcsolatban is érkeztek kérdések. Természetesen azokat a problémákat, amelyeket gyorsan, lehető legkisebb költséggel tudunk orvosolni, azt a következő néhány hétben meg is fogjuk tenni. A közmeghallgatást a képviselőtestület rendesülése követte. A napirendi pontok között szerepelt a forgalmi rend felülvizsgálata is. Az utóbbi jó néhány évben, most már mondhatom, azt tapasztalhatjuk, hogy mint jó néhány más településen jelentősen megnőtt a közúti forgalom a városban. Elsősorban a városközpontban, nem csak a városközpontban, hanem az egyéb lakott részeken, sőt külterületen is. Főleg a reggeli időszakokban és a délutáni időszakokban nagyon, nagyon zsúfolt a belváros, és emiatt úgy gondoltuk, hogy a város forgalmi rendjét célszerű lenne felülvizsgálni. Erre egy külső forgalomtechnikával foglalkozó céget bíztunk meg. Ők elkészítettek egy szakmai anyagot. A szakember és a külső szemlélő szemével tekintették át a város forgalmi rendjét, és tettek egy javaslatot a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság, illetve a képviselőtestület elé. A Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság ülésén ezt hosszasan áttárgyaltuk, átbeszéltük a megbízott cég képviselőivel, most pedig a képviselőtestület elé fog kerülni. Ez tulajdonképpen, ez a szakmai anyag, ez irányelveket, iránymutatásokat tartalmaz a jövőre nézve. Az elkészült vizsgálati anyag a közúti, a kerékpáros és a gyalogos forgalomra is kitér, taglalja a forgalomcsillapítás lehetőségeit, mely területen az önkormányzat már lépéseket is tett. Miklósvár és Sársfő utcában helyeztünk el fekvőrendelőket, de ebben az anyagban például javaslatokat kapunk arra, hogy hol, milyen utcákban célszerű ez még. Hol szükséges esetleg sebességkorlátozó táblákat elhelyeznünk, emellett pedig a közlekedési, ahol szükséges, a közlekedési táblák pótlására, kiegészítésére is javaslatokat teszünk. Kiemelten kértük, hogy a 61-es és a 65-ös út településen belüli forgalmát tekintsék át, és ide is tegyenek javaslatokat. Ez is megtörtént. A főutak tekintetében az egyik üzlet elé például körforgalmat javasol a szakmai anyag, a másik városközponti gyalogát hely környékére pedig lámpák, közlekedési lámpák elhelyezését. És sorolhatnám tovább. Ebből a szakmai anyagból kiindulva, ami egyébként a magyar közúttal és más szakhatóságokkal a külső cég részéről egyeztetésre kerül, ebből fogunk tudni kiindulni, ezt fogjuk tudni ütemezni. Nyilván van olyan tartalmi része ennek a szakmai anyagnak, amit kevés pénzből, rövid idő alatt meg tudunk valósítani. Olyan is van, amihez át kell tekintenünk, hogy a következő és a következő ezt követő időszakban milyen pénzügyi forrásai, lehetőségei lesznek a városnak, tehát ütemezni fogjuk azoknak a tartalmi részeknek a megvalósítását, amiről úgy gondoljuk, hogy tényleg fontos és szükséges.